Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Most egy Fendt 722-es traktort béreltem a Manax Kft-től, és itt van velem Schneider Szabolcs, aki elmondja, hogy mire kell odafigyelnem a napi karbantartásnál, illetve az első lépéseket a kezelésnél. Szia Szabi! Mire kell odafigyelnünk? Menjünk szépen sorjába. Leges és legfontosabb szerintem az, hogy ne azonnal ugorjunk bele a gépbe, indítás és hajts. Vegyük szemre a gépet, akármilyen hiányosságot észreveszünk, törött burkolatot, küllemén valami hiányosságot, azt akkor mindenféleképpen jelezzük. Másik legfontosabb az az pedig, hogy ha van alatta olajtócsa, az rögtön árukodik valami hibá, esetleges hibáról, de igen, hál' Isteneken nincs alatta semmi olajtócsa. Leges és legfontosabb szerintem a traktornak a lelke, rögtön kezdhetnénk egy motorolaj szint ellenőrzéssel, amit itt találunk meg a menetirány szerinti bal első kerék mögött, sárvidőt kihajtva, a betöltő nyílást eltekerve. Előveszem a papírtörlő kendőmet. Igen, arra most szükségünk lesz. Megtörőjük a nívópálcát. Szuper. Visszahelyezzük. Újra kihúzzuk. Mutasson nekünk egy jó értéket, és azt mondja, hogy van egy minimum jelzés, és van egy maximum jelzésünk. Nem érdemes a minimum szinten tartani motorolajat, nem jó a motornak. De viszont a maximum jelzés fölé sem szabad tölteni motorolajat. Ez így most teljesen rendben van. Jó, akkor ügyeljünk mindig a középútra. Pontosan. Visszateszem. Ez úgy gondolom az autósoknál is a legfontosabb mindig a motorolaj szintnek a, így van, az ellenőrzése. Így van. Jó, mire figyeljünk még, hogyha a motorolaj szintünk rendben van? Megnézhetnénk a hűtőknek az állapotát. Akkor nyissuk fel a motorháztetőt, és nézzük meg, hogy mi van a fedél alatt. Így van. Legfontosabb hűtőnek a takarítása. Ugye levegővel fújjuk ki a hűtőt, de viszont arra is figyelni kell, hogy nem a motor felé fújjuk a hűtőt, motortól fújjunk kifele. Hány bár nyomással, nem tudom, lamellákat meg tudjuk sérteni? Lamellákat mindenféleképpen meg tudjuk sérteni, el tudnak görbülni, akkor már nem fog úgy hűteni, az a rész az nem lesz olyan hatásfokú, mint a rendes, jól beállított lamella, erre oda kell figyelni. A bárral kapcsolatos kérdésedre annyi, hogy megfelelő távolságra, azt úgy is látni fogod fújás közben, hogy mennyire alapos a fújás, nem kell túl messziről, de azért túl közelről sem jó fújatni a hűtőt. Jó. Itt még van annyi segítség, hogy ezt a kis fülecskét elhajtva, ezt a lemezt levesszük, és akkor az olajhűtőhöz is hozzáférünk, illetve a vízhűtőhöz is. Még és azt is innen hátulról tudjuk. Így van, hátulról kifelé fújatjuk, így van. Rendben van. És ezek után, miután kifújattuk a hűtőinket, tovább tudunk menni a gépháztető alatt, hátrafelé. Mire kell még odafigyelnünk, hogyha már itt vagyunk a motorháztetőnél? Nagyon fontos a motornak a levegőszűrőjének a karbantartása, amit itt találunk fönt. Azt hogy tudjuk elvégezni? Segítséget kérném ehhez. A pattintós fület légy szíves, old meg, és akkor le is bírjuk emelni ezt a... Oké, fogod? Abszolút. Szuper. Félre rakom. Ide fellépek, egyszerűbb hozzáférek. Itt találjuk a levegőszűrőnek a külső burkolatát, látjuk, hogy három kapocs biztosít, mind a hármat oldjuk. Egy egyszerű mozdulattal elválasztjuk a levegőszűrőtől. Így, és rögtön meg is fogjuk látni a fő levegőszűrőnket. Fő levegőszűrő alatt, ezt csak egy sima, egyszerű mozdulattal kihúzzuk. Tessék, parancsolj! Ezt fújhatjuk, vagy nem fújjuk, ezt csak ütögetjük. Ez látszik, hogy karbantartott gép, mert nem jött ki semmi. Hál' Istennek. A belső levegőszűrőt, azt ki kell vennünk, vagy nem? Nem bántjuk. Jó, rendben, és azt csak szemrevételezzük, hogy látunk. Csak szemrevételezzük, pontosan. Szervízcsere periódusonként cseréljük. Mire kell még figyelnünk a gépháztető alatt? Ami nagyon fontos, itt található a kiegyenlítő tartályunk, vízrendszer kiegyenlítő tartály. Igyekezzünk a minimum és a maximum jelzés közé beállítani a hűtő vízünket, fagyállót. Minimum jelzés alatt hibakódunk lesz, a gép figyelmeztetni fog, hogy mindenféleképpen töltsünk rá, kevés a víz. Maximum jelzés fölé nem ajánlott tölteni a
Mit tölthetek bele? Bármilyen hűtőfolyadékot beletölthetek? A szerviz könyvébe ennek a gépnek kimondottan tipikus, csak erre való hűtővizet szabad beleönteni, fagyállót. Mikor ellenőrizzem még, mikor legoptimálisabb? Reggel mielőtt elindulok, munka közben? A reggeli indítás előtt a legoptimálisabb, akkor fogjuk megkapni a tényleges szintet. Szemrevételezzük reggeli indulás így előtt. Van, pontosan. Jó. Szuper. Ha már itt vagyunk a folyadék szinteknél, akkor mire érdemes még odafigyelni, mert ugye most a motorháztető alatt leellenőriztünk mindent, de a gépháztetőn kívül is vannak folyadék szintjeink. Mire figyeljünk oda? Itt találhat egy hidrolika olaj. Beöntünk is egy szuszogónk. Itt tudjuk a hidrolika olajat után tölteni. Itt érdekességképpen nem látsz nívópálcát. Ugyanis a terminálba, a traktornak a főmenüjében a szintet a traktor a középső termináljában jelzi. Szóval nekem nem kell külön nívópálcát figyelni, nem, mert a elég a terminál, így van. Illetve még itt található, nagyon fontos, ez minden gépen máshol van, ahány gyártó, annyiféle helyen, itt található az akkumulátor a gépen. Van-e külön, hogyha bármi probléma van, bikázási pont, hogyha lemerül az akkumulátorom, vagy innen az akkumulátorról kell ezt megoldani? Innen az akkumulátorról kell megoldani, igen. Akkor akkumulátor tudjuk, hidrolika olajat tudjuk, hogy mivel a teendő. Nézzük meg akkor a gép hátulját, hogy ott milyen karbantartási pontok vannak, amit napi szinten ellenőriznünk kell. Rendben. A legfontosabb, amit meg tudunk itt nézni a gépnek a hátuljánál, váltóolajszint. Rögtön kapunk egy nívópálcát. Jó, bevált papírkámat, előveszem. Szintén megtőlem, és ezt is akkor napi szinten ellenőriznem kell. Napi szinten, és ajánlott első indítás naponta, első indításnál, első indítás előtt megnézni. És itt is a minimum és a maximum szint így van között. És ügyeljünk arra, hogyha utána is kell tölteni, maximum jelzés fölé ne menjen, mert károsítjuk a váltónkat. Rendben, hol töltöm utána? Ugyanitt, ahol néztük is a... Ugyanitt van a betöltő. Így van, ez a betöltő is egyben, pontosan. Rendben. Mi található még itt, mire kell odafigyelnem? Amire oda kell figyelni, az a fülkeszűrő, ami fendes műanyag mögött helyezkedik el. Két fül biztosítása arrafelé, azaz. Na, még egy. És akkor ott van mögötte a fülkeszűrőnk, ugye ez is papírszűrő, hát fújatni, ha nagyon koszos, mert egyébként a kompresszornak a levegője árt benne. Szóval akkor inkább napi szinten ütögessük így ki. Így van, ezt is. És inkább egy-két hetente pedig kompresszorra finoman fújjuk ki. Pontosan. Traktor hátuljánál lehet ellenőrizni az ablakmosótartályunk szintjét, ugye az egyértelmű, hogy mikor kell után tölteni, mikor kifogyott. Amikor nincs. Így van. Azt ott tudjuk megtenni, ott van a kupak. Gépnek a hátulján jól látható négy kihelyezett kör. Ugye különféle munkaeszközöket tudunk itt csatlakoztatni. És nagyon fontos, itt is azt mondjuk el, hogy amikor a hidrolika csatlakozót lecsatlakoztatjuk, a fesztelenítés után ezt mindenféleképpen használjuk, mert ez megkönnyíti magának a hidrolika csőnek a kivételét, és nem kell erőből kiszaggatni, hanem ezzel könnyedén ki tudjuk venni a hidrolika tömlőinket. Így van. Hidrolika körökön kívül még található levegőcsatlakozónk, traktorunkon találtunk egy automata vonófejet, pótkocsizásra nagyon alkalmas eszközünk. Érdemes odafigyelni az állapotára, nincs eltörve, nincs megrepedve, nem hiányos, mert ennek biztosan kell működni, hogy rendesen tudjuk csatlakoztatni a pótkocsinkat. Alsó húzó esetében mire kell figyelnünk? Alsó húzó esetében is a biztosításokra csapok meg legyenek, illetve rugos biztosító. Itt is figyelni kell, nincs-e megtörve, eltörve, megrepedve, elhajolva. Ugye ezt is tudjuk szemrevételezni. Ugye itt látom hátul a légfékeknek a levegőtartáját. Azokkal van valami teendőnk? Igen, főleg párás időben, de egyébként is szerintem hetente érdemes leengedni a levegőt belőle. A kondenzvíz ugye kijöjjön a tartályból. Árt a kondenzvíz a gépkapcsolatnak, légfékrendszer, főleg itt télen, hideg időben megfagy, szétfagy. Nagy kárt tud okozni. Akkor mindkét oldalon egy egyszerű mozdulattal hátrahozzuk, és leengedjük a levegőt. Így jó. Van.
Ha már olajokon és a szűrőkön, illetve a szemrevételezésen túl vagyunk, az egyik talán legfontosabb ezeken felül a gépnek a zsírzása. Ezen a fenden hol találhatóak a zsírzópontok, és mire figyeljünk oda? Ha már itt vagyunk hátul, akkor rögtön szembetűnő ugye a függesztőkaroknak a csapján. Itt kell zsírozni, forgómozgást végez a csap. Utána itt az orsóknál, itt hátul is található zsírzogomb, illetve itt lent is. Mi a jó egy zsírzásnál, ezt a titkot oszd meg velünk, és hogy nézik a videót, meddig kell nekem pumpálni a zsírzogomb? Jó vastagon megrakom, nem, vagy hogy csináljuk? Semmiféleképp nem jó, hogyha sok zsír van a bezsírzott alkatrészünkön. Én mindig azt mondom, hogy 5-6 zsírzás, ahogy megjelenik a zsír, az teljesen elegendő lesz. Megkapja azt a megfelelő kenést, nem fog csöpögni, nem lesz az egész gép hátulja tiszta zsír, nem fog tucsogni a zsírtól. Egy 5-6 nyomás a zsírzópisztolyból bőven elég, én azt mondom. Automata zsírzót használtál már, ilyen akkumulátoros? Még nem használtam. Na, tudom ajánlani egyébként, és reklámhelye a webshopunkban, ez elérhető, és nagyon jó automata zsírzónk van, szóval nem kell pumpálni, mert egyszerűen csak húzzuk a ravaszt, és onnantól kezdve egy 5-6 sziszentéssel már meg is van oldva a zsírzásunk. Időigényes, az biztos. Igen. Hol vannak még ilyen pontjaink? A traktoron található még, ugye itt beljebb az emeli munkaengernek a szárán is található, illetve amit az előbb mutattam, az automata vonófejünknél is található zsírzópont. Itt is van. A gépen találhatóak-e máshol még zsírzópontok, mire érdemes ezeken felül odafigyelni? Ezen gépen nem érdemes más zsírzási pontot megnézni. Akkor lenne érdemes, hogyha volna a gép elején 3 pont függesztés. Ezen mivel nincsen, ezért nem így kell van, az elején zsíroznom. Látom itt ezeket így a gombokat oldalt a sárvédőn. Légy szíves, mondnak, hogy ezek mire valók, mire tudják a gépkezelők használni, mire tudjuk ezeket alkalmazni. A kék gombok a hátsó függesztőkarnak a sűjesztése, illetve emelése. A sárga TLT gomb, ugye TLT hajtást indítok el vele, 5 másodpercig nyomom, elindítja, és hogyha szeretném, hogy megálljon, akkor 5 másodpercig nyomom, és akkor meg is áll a TLT-nk. A másik két gomb a kihelyzetkör, bent a fülkébe terminálba, akármelyik kört ide ki tudom tenni a sárvédő ívre, igen, és akkor innen kívülről tudom működtetni az adott gép kapcsolatnak a hidraulikus részét. És a végezetül ne felejtsük el, hogy itt kell a gázolajbecsöltene, itt pedig az AdBlue-t. Van egyébként, ezekről tudni kell valamit? Van benne külön szűrő esetleg, vagy bármi egyéb? Igen, ajánlott úgy tankolni az AdBlue-t, hogy a szűrőt nem vesszük ki. Szálljuk rá az időt, lehet, hogy gyorsabb szűrő nélkül, de viszont a szennyeződést, ami lehetséges, hogy benne van a folyadékba, beletankolnánk a tartályba, ami ugye az egész rendszeren végig menne. Sokkal nagyobb károkat tudunk. Azon a 3-4 percen nem múlik semmi. Hát köszönöm szépen, és tényleg, hogyha mindenki betartja ezeket a karbantartásokat, és minden nap átnézi a gépet, azon nagyon nagyban a gép élettartamát meg tudjuk növelni, illetve a munkánkat is nagyon nagyban meg tudjuk könnyíteni. Szabi, én köszönöm szépen, hogy segítettél nekem, és én pedig akkor gépbe pattanok, és már mehetek is vele dolgozni.